A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ számos programmal, műsorral igyekszik megünnepelni idén az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 175. illetve Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Az esemény kavalkád egy különleges csata jelenettel vette kezdetét, ahol a résztvevők egy korhű harcászati bemutatót tekinthettek meg. Majd március 15-én délelőtt, hazánk nemzeti ünnepén, az intézmény rendezvénytermében a Garai János Gimnázium egy tanulója mondott beszédet. Akkor is tűrték az elnyomást, amikor lehetőségük lett volna arra, hogy végleg elszakadjanak Bécstől. Az ünnepi programon a Baka István Általános Iskola diákjai is műsort adtak, Tisztelet a Hősöknek címmel. Az előadást követően az esemény a Béla Király téren folytatódott a 48-as emlékműnél. Itt az intézmények, társadalmi és politikai szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat. A nemzeti ünneppel kapcsolatos programok ezzel itt még nem értek véget a nap során. A Kulturális Központban kihirdették az Ó Szabadság, hadd nézzünk szemedbe című rajzpályázat eredményeit is. A pályamunkákat Bonyhádi, Faddi és Szekszárdi általános iskolások készítették. Babits Zorka rajza harmadik helyet ért el az első korcsoportban. Egy huszár lovagol, és egy Petőfi ott áll egy lány előtt, és Petőfi feldobja a kalapját. Sok verset költött, meg hogy hamar elhunyt. Az ötödik osztályos Tarnai Izabella alkotása külön díjban részesült. Petőfit akarja ábrázolni, hogy hát, hogy a két ember áll, hogy mindenki a szabadság, és igazából így ezt szeretné csak. Nagyon szeretek rajzolni, tehetséges vagyok benne, és így sok helyezéseket is érek el, és nagyon szeretek. Most külön díjas lettem. Használtam festéket, akvarelfilcet, filceket, igazából hát a hátteret azt ragasztottam rá, és hát rajzoltam. Egyrészt lenyugtat engem, másrészt olyan jó érzéssel tölt el. A versenyre egyébként több mint 30 alkotás érkezett, mondja Berlinger Attila igazgató. Babits Mihály Kulturális Központ ebben az évben nagyon sok programmal, műsorral igyekszik ezeket a jeles évfordulókat megünnepelni. Januárban volt már a himnusz kapcsán egy kiváló rajzpályázatunk, most pedig a forradalmi szabadságharc kapcsán Petőfi és ugye a 48-as események volt a téma. Nagyon érdekes volt hallani a szülők és a felkészítő tanárok véleményét, hogy hiába gondoljuk azt, ez egy könnyű téma, egyáltalán nem könnyű, de a gyermeki kreativitás itt is nagyon ügyesen megmutatkozott, és több mint 30 pályamunka érkezett. Alsó és felső tagozatos diákok vehettek részt, 5 iskolából, Szekszárdon kívül Bonyhád és Faddi iskolából is érkeztek pályamunkák, és azt gondolom, hogy a zsűri nagyon bölcs döntést hozott, ráadásul külön díjasaink is voltak még, és ezek a gyermekalkotások, amelyek most két hétig itt láthatók a Kulturális Központunkban, hűen visszatükrözik a nemzeti hagyományainkról vallott érzéseinket. Mindannyian tudjuk, hogy az oktató-nevelő munkában ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy kisgyermekkortól kezdve a hazaszeretet és a nemzeti ünnepeinknek a fontosságát minél inkább hangsúlyozzuk. Azt gondolom, hogy a mai kor gyermekei is ezt tökéletesen átérzik, és amikor ilyen csodálatos rajzokban is ez megnyilvánul, az egy nagyon szép jövőt vetít elénk. Több napos rendezvénnyel készültünk ugye a nemzeti ünnepünk kapcsán, már ugye egy csodálatos csatajeleneten túl vagyunk, tegnap Rékasi Károly színművésznek volt egy nagyszerű előadása, mai nap egyrészt délelőtt az állami ünnepé volt, ezúton is köszönöm a Baka István Általános Iskola valamennyi diákjának és felkészítő tanárainak, pedagógusainak azt a nagyszerű műsort, amit itt a város színe java előtt előadtak, csodálatos élmény volt. A rajzpályázatunk, illetve a rajzkiállításunk eredményhirdetése után most egy kis kézműveskedésre várjuk a gyermekeket, és holnap még folytatódik egy nagyon érdekes előadással a Kultúrkortyok Szabad Egyetem programsorozaton belül dr. Fónagy Zoltán, a 48-as események egyik legkiválóbb ismerője, történész, az ELTE docense tart előadást. Egy picit talán megint ilyen hagyomány
törő, vagy egy kicsit ilyen érdekesebb témában, Női sorsok a szabadságharc és a forradalom tükrében címmel. Arról szól ugye, hogy sokszor háttérbe szorulnak a hölgyek egy-egy csata, illetve egy-egy ilyen komolyabb harci ünnepünk, nemzetünnepünk kapcsán, már pedig őnekik is nagyon fontos szerepük volt. Erről hallhatunk érdekességeket holnap este. Az Ószabadság Hadd nézzünk szemedbe rajzpályázat pályamunkáiból nyílt kiállítás március 29-ig várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében.